Magazin, az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. És itt van a telefonvonalunk túlsó végén Deák Dávid üzletkötő. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Hát a fák az égig nőnek, nincs mese, megint derék, pluszban van a Bux. Hát mi a ördög történik? Nagy forgalommal emelkedik az OTP bank, és ez húzza magával a Bux indexet. Most a budapesti értéktőzsde de 1,9%-os pluszban 33.700 ponton a Bux index. A forgalom kiemelkedően magas, így az első 42 perc alapján megközelíti a 2,2 milliárd forintot. Ahogy említettem, ennek a 90%-át most az OTP teszi ki, aki jelenleg 300 forintos pluszban van, 10.640 forinton kereskedik most a részvény. A másik két nagy blue chipünk is 1% fölötti pluszban, a MOL 1542, még a Richter 6535 forinton áll jelenleg, és 6%-ot emelkedik a Magyar Telekom is, 357 forint most jelen pillanatban. Mire ez a nagy öröm? Azonnal hívnak is a befektetők. Így van, most, így van, hát eléggé itt az elnök választás és az a szép hazai emelkedésnek köszönhetően, hála Istennek azért itt a befektetőink is mozognak a piacon. Hát gyakorlatilag ugye itt a múlt heti rossz hangulat megfordult, most valahogy a piac örül annak, hogy Biden pole pozícióban van az amerikai elnök választáson, meglátjuk, hogy a következő egy-két napban milyen volatilitás mellett már kitart-e a jó hangulat, vagy éppenséggel lesz azért egy-két nap, amikor lefordul a piac. Most egyelőre ennek jelét nem látjuk, mert a nyugat-európai tőzsdék is abszolút pluszban vannak. 1,4%-os pluszban a német DAX és a párizsi Kakaron is, 1,5% fölötti pluszban a londoni FTSE, és 1,7%-ot emelkedik az olasz, még 1,2%. Hát nem mondom, hogy nem férne ránk, ugye a reggeli tőzsde összefoglalót, amikor elmondtuk, akkor pont az jutott eszem, hogy a tegnap is több mint 5%-ot emelkedett az OTP, hogy ekkora rallikat tud mutatni, és valahogy mindig 10.000 forint. Úgyhogy lenne éppensége hova menni, és korábban meg ugye a 16-ot is közelítgette. Elmondtuk sokszor, ugye, hogy jó nagy mínuszba került a magyar piac, úgyhogy van mit felszednie. Így van, meglátjuk, hogy pénteken pedig a MOL és az OTP között teszi a harmadik negyedéves számait. Kiemelten figyeljük, meglátjuk, hogy ez fogja tovább táplálni az emelkedést. Hogy tényleg a kisebbek közül a Wallis-szal mi újság, mint hogyha ő jelentett volna. Meg még egy érdekes van a kisebbeknél, hogy viszonylag nagy forgalomban, tehát a Richternél is nagyobb forgalomban emelkedik a Delta. Így van, 9% fölötti pluszban van a Delta, most 75 forinton áll, az Autovalisben egyébként még nem volt árváltozás, ugyanúgy 82 forint 90, és egyébként forgalom sügyben, tehát 42.000 forint volt az Autovalisban. Jó, akkor az ott nem váltott ki marha nagy lelkesedést. Így van, a Deltában pedig hát 50 millió forintot közelíti a forgalom, ez a kispapírokhoz képest azért valóban jelentős volumennek számít, és ez a 9% is eléggé attraktív emelkedés a mai nap, bár azért ő is elég sokat esett az elmúlt hónapokban, tehát van mit. Akkor lehet, hogy a forint is tudott magára szedni valami erőt? Abszolút, így van, most már 365 alatt van az euro-forint kurzus, most 1 euróért 364 forint 95 fillért, 1 dollárért 312 forint 40 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A török lírán kívül egyébként nagyon jó hangulat a régiós devizákban, az zloty és a cseh korona is tud erősödni a forinthoz hasonlóan, a dollár pedig gyengül a nagyobb keresztekhez képest, az euró-dollár most 1.1683, a font dollár 1.2970 jelen pillanatban, és egyedül a török líra, ami még továbbra is aggodalmat okot a befektetőnek, most a 9.90-es szinttel küzd, az euró-török most 9.8950 jelen pillanatban az árfolyam. Oké, megnézzük, mi lesz ebből. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot! Szép napot! Veszel azt a telefont, engedünk! Szia! Hello! Deák Dávid üzletkötővel néztük át a tőzsdenyitás részleteit. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. I said